Kedves közönségünk, tartsanak velünk egy képzeletbeli földkörüli utazásra, melynek első állomása a folyó Nyüzsgő Franciaország. Útunk onnét Írország Kies tájára vezet, végül pedig hazatérünk Szeretetországunkba. A különböző ételek kultúrájába, hagyományaiba a gyerekdalok kalauzolnak minket. Zempléni László Utazás Európában címmel írt fantasztikus csokrával hallhatunk 3 tétel. A rendkívül nagy jelentőséggel bíró zenepedagógus 1947-ben született. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, tehát a mai Zeneakadémián végezte. Több évtizeden keresztül a Magyar Állami Operaház timpanistája volt, emellett alap- és felsőfokon oktatott. Munkásságának gyümölcse számos kamarazenei, vonószenekari és fúvószenekari mű, melyeket kifejezetten a zenét tanuló ifjúság számára komponált. Fogadják szeretettel az Utazás Európában című művének 3 tételét, Franciaország, Írország és Magyarország.